ETS 2. Én is. Na, no, menjünk. Hát szerintem valami balti országban. Előbb belépek, és megnézzük, hogy mi van itt. Jó. És hát minden nem tudom, hogy lehet menni Brémába. Nem, Brémába vagy? Én Brémába vagyok. Jó, Brémából el lehet menni, kérlek szépen. Hát... Na most nem emlékszem, hogy hol álltam. Most már tudom, hogy nem emlékszem, hogy itt álltam. De mit vagy te is a szervizőben? Aha. El lehet menni. Litvánia, elvél Litvánia, ugye? Van, igen, Rigába is el lehet menni, meg Tampere. Nem, Rigába lehet csak elmenni, bocsánat. Van olyan ott? Nekem Észország van, egyből... Ész, nekem is van, Tartuf. Nekem Tallinn van, meg Tartu. Tartuuro. Igen. Legyen az. Tartu. Aha, már csak azért, mert akkor át kell menni Litvánia, Lettországon, Lengyelországon. Kizét viszek, túl. Aha, várjál? Ja, legyen az. Jó, akkor én ezt nem fogjuk. Jó. Egy hosszú. Pont elég. Aha. Főleg 9-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 
Pont itt kell fölvenni. Ja, ma ott is vagy. Hát itt vagyok, akkor megálltam, pont itt van. Ja. Ő. Aki azt már akasztom is föl. Akaszt föl. Eltűntél. Ja, meg van. Szellemben vagyunk. Oké. Most már föl is akasztottam. Jó, ez a játék nagyon. De most volt valamelyik nap valami frissítés. Igen. Még nincs meghatározva a pozícióm, úgyhogy még... De már rajtam van a cucc. Látom, itt vagy te is. Vagy na, indulj el akkor. Vagy már elindultál? Per, hát itt vagyok előtted. Fölvettem. Várják, hogy innen ki kell kanyarodjak. Hűvezd meg. És 20-30 van nálad, ugye? Igen. Jó, mi itt vagyok már pirosnál. Nincs hely. Mész előre? Mennyi előre? Jó. Mert most zöld van, azt mehetsz is. Kurva ablak törlött, neki nem elfejtettem kikapcsolni. De merre mész? El kellett volna menni balra. Ne basszál. De. Na várjál, akkor megyek előre. Te el kellett volna jönni balra. Jó, akkor mennyi? Előbb-utóbb találkozunk, itt nem tudok megfordulni. Ami, majd ott mindjárt majd pont látnak most térképen, úgyhogy... Hát meg ugyanarra megyünk. Elvileg igen. Így is. De jó lesz majd a izé, a határátkelés. Aha. Úgyhogy itt dobunk egy jobbost.
Jó, szerintem ott valahol majd ott vissza tudsz a kanyarra. Nem, most elvitt más fele, tehát szerintem valahol majd ott fogunk találkozni. Persze. Mindenképp. Valahol szerencsően sokan nincsenek most itt. Itt vannak. Szeretem ezt a játékot nagyon. Jó megcsinálták. Olyan megnyugtató, vagy nem is tudom. Sokan játszanak ezzel még mindig. Ha is lehet mondani, hogy megnyugtató, mert csak felviszed a fuvart, az mész. Igen. Nincs semmi kihívás, csak viszed a fuvart. Ott vagy most pont. Ja, az nem, ja, nem te vagy. Én már feljöttem az autópályára. Na várj, de itt meg piros van, állj meg, állj meg, állj meg. Áll, átlag. Na most ott egyenesen te mész, meg most fogunk majd fölkanyarodni rá. Jézus Úristen. Nem idióta itt elszágodott mellettem, mint a... Én is arra fogok menni, amerre most te. Na jó. Csak én még nem kanyarodtam föl rá. Mindegy, itt most átmentünk a piroson. Én mindjárt utolérlek majd hamarosan. Jó. Egyébként majd meglátod legalább itt a balti országokban, ott a határátkelés az rohadt jól meg van csinálva. Jobb várni kell, iratellenőrzés van, meg stb. Stb. Azért az jól megcsináltál. Már fönn vagyok a pályán. Igen? Igen. Mennyit mutat neked, meg hány órát? 1711 és 27 óra. Elvileg itt vagy előttem valahol. Nem megy tankolni. Most nagyon elhúztál, mert... Ja, de itt vagy. Tankolni nem kell? De lehet, hogy nyomok bele, mert félig van. Egy háromnegyedik, de lehet, hogy akkor én is bemegyek, azt tolok egyet. Itt van a... Akkor itt találkozunk is, mert itt van a kút. Jaja. De itt, itt vagy bent? Aha. Jó, ott vagy, látva. Akkor mindjárt megyek utánod. Csak bejött. Ó, milyen hülye szűk helyen lehet ide bejönni. Most ezt mire odaérünk, ez enni fog azért most üzemanyagot rendesen. Azért mondtam, hogy tankoljunk. Na, úgyhogy akkor most. Kucukac. Úgyhogy szerintem már mehetsz is előre azt. Hogy beálltál parkolóba? Addig. Most így átmegyünk keresztbe a parkolón. Ó, meg van ezt csinálva. Jó. Na, akkor irány. Mörre vagy? Jön valami gyors János megint. Elhúztam. Fára, mert tudom, mágos. Ezt a mocskos terroristát. Be van baszva. Édes Istenem.
Várjál, mert valaki megállt az út szélén. Erre vagy? Bazd meg, azt elhúz elé. Itt vagyok mögötted. Most mi a most szarakodnak, hogy mit csinálod? Nem tudom, vadászol szerintem. Nem szeret az ilyet, hogy minek jön föl. Az, vadász, ugye az. Ja, próbál itt izény? Ugye az már keresztbe áll. Na most kikerültem. Jó. Itt van valaki, lefull, ez is török. Rendesen menekülni kell, basszus. Sok lett paraszt. De egyébként nem tudom, hogy ez mire jó. Soha nem fogom megérteni. Vannak itt most bőven. Bemegyek inkább mögéd. Fogja a szél árnyékot. Igen. Kanyár. Tessék? Kanyár. És jön, úgyis megyünk le. A három sávot mentem, jó van. Nem baj. Ne foglalkozz azzal, ezt nem nézi senki. Magyarok vagyunk végre, nem? Azért nincs ott fal. Hogy ne tudja fölmenni oda. De viszont ez így tök jó ez a játék, de az életben nem kamionoznék semmi ja. Pénzért. Megemelem a kalapomat a kamionosok előtt, akik heteket, hónapokat nincsenek otthon, azt mennek mint az állam. Hát ez most így jó hosszú fuvar lesz így. Igen. Több mint egy napos. Hát igen. Most direkt ezt a izét ki is kapcsoltam, hogy jelezze nekem itt a pihenést. Ez nekem, ez nekem alapon is bekapcsolva. Határát kellően elkérlik az iratokat? Igen, van iratvizsgálat. Sőt, hogy hát megyünk, mondjuk ugye lengyelen megyünk keresztül, azt hiszem, ha jól láttam. Akkor ott két határellenőrzés is lesz. De jó, az, az jó megcsinálták ezt a Baltikum részén. És furcsa, hogy ma nem lesz PC 2 este. Yeah. Hát de jövő hét vasárnap már lesz. Igen. Meg pénteken. Beneszülésem. Mi a formája? Formautó? Na, hogy van? Azont a kis kikapcsolódás. Na. Hát ez arra fog verni mindenki. Hát amit láttam, ilyen piszka, marud meg ezek, meg majd fogják a fejüket. Ja. Nem bánom, egy kicsit földobja a bajnokságot. Jó lesz az. Majd küzdhetnek, hogy azt majd tudják majd megverni. Ja. Mi elindul és szerintem meg fogja nyerni, szerintem. Vagy igazából neki tök mindegy, hogy milyen autóval megy. Persze. Lehet, hogy tudod miért megy neki ilyen rohadt jó? Mert szerintem valamilyen szinten ért ahhoz, hogy jó be legyen állítva az autó. Igen. És onnantól kezdve meg
Elvileg, ha jó be van állítva, akkor jól tudsz menni. Alex felrakta a videót a tegnapi futamról. Azt láttam. Tegnap előttiről, bocs. Igen. Mi a váratlan kurva esemény? Vigyázz, mert jönnek mögöttem. Jó, basszatom. Ő át tud menni a izén, a váratlan eseményeken. Én is mert nekem nincs elvileg ugyanaz beállítva, mint neked. Hiába dudál. Tűzoltók valamit helyszíneltek, vagy én nem tudom, mit csináltak. Kigyulladt az autópálya? Olyasmi, volt egy fekete fal. Na, már csak 1500 km, úgyhogy most. Hát és érjünk oda, úgyhogy ne törjük össze a kamion. Vagy ne törjenek minket össze. Igen. Meg mi ne törjük össze, meg minket ne törjenek össze. Megy le a nap. A visszapillantóba. 3-10-kor itt az így játék szerint már ideje csak ide. Járom, mikor szokott lemenni? 9? Nem, nem 9:30. Szerintem ilyen 9. 1-10 körül talán. Ne. Nem is tudom, hogy mennyit fizet ez a fuvar. 72 000 euró. Az már mondjuk az egész jó. Ha nem lenne kicsítelve, akkor egész jó esne. Hát figyelj, most jó az. Kurva ablaktörlő, az Isten megszereti őt. Nem tudom, melyik el kell kikapcsolni. Mi most megy folyamatosan? Aha, igen. Nem, hogy nekem koptatja az üveget. A váratlan esemény, a kurva életben leégett egy kamion. Hát nekem itt nincs semmi. Azért nézem, mondom, hova mész, meg mit csinálsz. Ez túl sok már váratlan esemény. Ez miért nem kapcsolod ki? Hát tök jó amúgy, hogy van benne ilyen. Mondjuk az igaz, hogy az tényleg váratlan. Multiban nem annyira jó, mikor hirtelen jön valaki melletted. Kanyar. Látom. Én a izét sajnálom most, hogy eszembe jutott a Assetto Competitionét. Ja. Azt nagyon sajnálom, hogy az a lehetőség. Én még mindig nem értem, mit keres benne 2015-ös Nissan. Akkor lehet, mégsem jó. Csak 2 év lesz licenszelve? Lesznek ilyen izé extra dolgok benne? Lehet. De mikor az nem hülyeség. Jó. Ja. Csak hogyha most elvileg, ha nem tudják ezt a multi részét megcsinálni, az elég nagy gáz lesz az. Hát ez kínos. Figyelj, konkrétan a mai világban egy játék, főleg egy autós játék, multi nélkül, szar, nem ér semmi. Így jó. Most egyedül magadban mikor fogsz te menni? Tehát eleve akkor még bajnokságokat se tudnod csinálni vele. Így van. De szerintem meg fogják ezt oldani, mert őnekik ez rohadt nagy pénzkiesés lenne. Csináltak, beledobtak egy csomó lóvét, mi viszonylag nagyon sokan megvették. Most nem tudják használni, ez tudom, mekkora égés lenne a cégnek a világ. Hát az, be is csuknál kunosz. Hát az biztos. Én nem tudom, mennyi pénzt belöltek, és utána kiadják úgy, hogy nem tudják. Tehát nem tud, vagy tudod használni multiból, csak szart nem ér így. Igen, csak az nagyon gáz lenne. Csak mi foglalkoznak még az a régi Assettóval, vagy mit? Nem értem. Na mindegy, de ez úgyis ki fog derülni. De márciusra az egész verzió az nem fog kijönni, ugye? Nem hinném. Mert akkor ki tudja, mikor lesz nekünk a bajnokságunk. Még a sima Assettót kéne pörgetni. Igen. Abban lehet, hogy nem kéne egy ilyen GT3-os bajnokságot csinálni belőle? Majd lesz az is. Egyelő embereket kéne szedni. Gyári autókon. Aha. Persze, hogy gyári, van egyértelmű. Azok, a modell nem jó. A modelltak, azok föl vannak húzva. Igen. Ott volt ez a Seat, ez is elvileg jó lenne. Csak nem tudom, olyan furcsán. Ilyen a fizikája kicsit furcsa. A végére ráéreztem. Jó volt, hát meg se tudtalak elő. Jó, mondjuk kilöktek. A legutolsó futamon a Hungaroringen. Csatáztam ott Ákossal, meg Dániellel. Én is mentem volna, csak a izé, nem is tudom már ki volt az. Amper. Ja, Amper. De egy izét sem böfögött be az, hogy most elnézést, hogy bocsi.
Én ott ugodhattam menet közül, mert beszóltam, hogy mondom, vigyázzál meg. De semmit, egy mindenki kusba volt. És szót meg nem szólalt senki. De utána rám sem írt. Viszont 15-en voltunk egy futamon, az már jó volt. Az jó. Még eljött volna Archibald meg Kocka Márti, akkor 17-en is lehet. Figyelj, csinálnál szerintem egy GT3-as bajnokságot, ott is lennénk ennyien szerintem gyári autókkal. Szerintem simán. Annyit elvileg lehet, hogy be lehetne rakni modolt pályákat egy párra. Az azért lehet, hogy jó lenne. Meg az izét, a Dirt Rally 2.0-án gondolkozok majd még. Igen, az is jó. Azt megfújják szerinted lenni sokan? Szerintem igen. Hát, az egyet is lenne. Nagyon szerették. Főleg, hogyha jó lesz és nem basztál, azt is el. Igen. Egy Codemasters-es játék az is. Mert tudnék képzelni igazából egy rally bajnokságot is. Igen, csak kell egy jó rally játék hozzá. Hát majd olyan 2.0 elvileg az az lesz, nem? Igen. Ujj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 j
Na. Ah, ecco, ma csak 21 óra. No. 53 perc. Hát ez lesz még egy fél óra, óra. Ja. Még a balti részt elérjük. De most várjál, mert most itt 22-17 van, és mi van itt még szürkület? Valami, milyen skandináv időszámítás van, vagy mi? Nem tudom. Erre sem voltam még, úgy látom. Én sem, mert nekem is most sárgul be. Csak ez a 93, 94-en megyek a lejtőn. Most mindjárt jön a emelkedő. Ja, megmentem ma az izén Nürburgring short nevezetű pályán. Yeah. Alex féle formaautóval. Hát az érdekes lesz. Ott valahogy ott valami próbáltam ott beállítást találni. Igen, ott ahogy kanyarodsz ki a izéből. Csak itt csuki volt, egyből el kell menni balra. Igen, meg van egy ilyen hosszú nyújtott, azt hiszem izé van ott. Igen. Hát ugyanaz, mint ha rám, mint a Nordschleife-re mész. Aha. Úgyhogy ott nagyon az... Hogy kíváncsi leszek arra a futamra is. Hát leszünk négyen. Hát jó. De miért is a PC2-ben nem leszünk, mi vagyunk ott 8. Ja, azóta már jöttek ketten megint. Igen? No. Ja. De az viszont abban meg egy a gáz, hogy ott megmész. És ugye a hátulja ugye nem melegszik a gumi. Persze, első kerekes. Jó van, már ne dudáljál. Vigyázzon, mert megy egy izé. Egy tartályos autó. Tarti. De egyébként ott a PC2-s VTCR-es bajnokság, azok a kocsik az egész jó. De majd ott mennem kell a pályakot, mert a Ruapuna, vagy mi a franc lesz az első, még azt hiszem nem mentem. Vagy lehet, hogy mentem, csak nem emlékszek rá. De azt is majd meg kell nézni. Akkor most Assettóban mit akarsz majd csinálni? Vagy mi lesz a következő? Hát ma megbeszéltük, Forma 3. Jó, Forma 3, és ez mikor? Hát most az... szerintem lesz egy-két hét szünet. Legalább. Ugye, és akkor arra lesznek, arra csinál... Már hát arra... vége a részromnak. Az biztos. Sőt, még a izének is, az Alexéknek is. Mert ugye tudja, már csak két futam van a... Jajaj, Forma 3-as, aha, igen, igen, igen. A részről most meg még nem tudom mikor indul, de szerintem két hetente lesz csak. Ja, majd jó izé lesz belőle, majd DTM? DTM, aha. És melyik? A legújabb, vagy újabb, hát... 2016-os? Igen. Na, az jó. Azt élvezni fogom, az legalább jó.
Hát szerintem abból is elég egy ilyen két hetenként. Azt mondom, abból az lesz. És ugye nyáron akkor megmondom semmi, mert akkor ja, ezek nyári szünet. Se cél gecibe beértünk. Se leci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 c
Lengyel ország. Nincs itt garázs közelbe? De lesz itt egy. Nem látom. De itt van. Most mentél mellette szerintem. Az nem, az pihenő volt. De ott van egy garázs is. Á, megvan. Akkor oda benézek. Ja, megveszed? Megcsom az ablaktörlőt. Ja. Akkor lehet, hogy bemegyek én is, az hol van ez? Ja, pont arra megyünk. Irány, jó. Úgyhogy akkor oda lehet, hogy azt megveszem mindig. Most látlak. Na már valaki kikikkelte. Aha. Szerinted, ha most így kilóg a kocsidnak a pótkocsidé, rá tudok menni? Nem, meleg igen. Várjál. Rá tudok menni, jó van. Úristen. Én ezt most ezt megveszem itt akkor ezt a borát. Nem elég vagyok. Oké. Akkor nyáron nem is akarsz csinálni semmit? Nem igazán. Hát de akkor tudod, de versenyeznünk kell azért majd valamit. Persze. A lesznál biztos lesz. A ablaktörlő megvan. Na, én meg... Na, ez jó lesz. Te meg mit? Ó, jaj. Úgy látszik, sikerült. Na, én most itt adtam a szarnak egy pufont. Felakadtál? Nem, csak beakadtam. Arra vigyázni kell. Most megpróbálok itt bemenni a garázskapon. Hogy átmenni a... Te hogy fordultál meg? Átmentem az izé. Ja, túloldalon? Aha. Hogy bementél az izébe a... Ha bementem, azt átmentem. Ha. Akkor én is azt csinálom most. Azt utána mehetünk tovább. És akkor majd ilyen szeptember-október környékén meg gondolom el tudunk kezdeni majd újra. Persze, akkor GTA lesz. A GTA 3? Ja, a részromba. Ja, részromba. Hát és addigra elvileg jó lenne, ha kijönne az izé. Kompetíció néven valami okosság. Igen. Az mondjuk... Nem fogják ők azt merni megcsinálni, hogy nem működjön a multi része. Köszi. Milyen rendes vagy? Beléd ment? Belém, hát. Merre vagy? Itt vagyok mögötted. De mehetsz. Mennyi? Mennyire károsodott a kamion? 2%. Jó, hogy veregessen vele a szárba. Mert mondjuk a kompetíció néban szerintem rohadt jó ízet lehetne csinálni. Bajnokságon. Igen. Ez meg mit csinál itt szembe? A szembe jövő sávban. Na húzunk innen minél gyorsabban, mert... Na jó, akkor rákapcsolok, kettesbe kapcsolok. Sok hülye jó, van. Jó, akkor hármasba. Jó. Jó, így csak négyesbe, jó van. Elindul. Fia, most innen elvileg már a Balkán határ nem messze van, mert most itt vagyunk már Lengyelországban. Úgyhogy innen már nem messze van, elvileg. Jó, kanyargós utak. Az nem baj. Hát itt most ilyen jön, itt nem lesz autópálya. És még van még 1200 kilométer. Az jó lesz. Most lehet használni mind a két sávot, mert ugye nem jönnek szembe.
Igen, azért van az három vonal, hogy lehessen használni. És jönnek velem szembe. Igen? Ja igen, most ott látom. Na mindegy, akkor. Jóha. Az majd, az hülye. De ugyanúgy mennek, mint ahogy mi. Most megint jönnek ketten szembe. Remélem a saját sárjukat használják. Na ezek legalább rendesek voltam. És ablaktörlő mentesen most már. Mi a büdös akadályok vannak itt a váratlan eseményben, az meg ki van baszva egy betonpillér az út közepére? Hát az akkor váratlanul oda rakta valaki. Faszom. Hát ez tényleg váratlan esemény, mert nem számítasz rá, az ki van téve oda. És az a baj, hogy átérünk a balkon, milyen szép csillagos az ég, azt most nézem. De az a izé, hogyha most átérünk a Balkán részre, ott megint sötét lesz. Hát én sok mindent nem lehet majd élvezni a tájból, mert szépen megcsinálták. Ő nektek holnap meg izé van, a lesz egy DTM, ugye? Hát nem tudom, mert most nem sikerült csatlakozni. A teszt a tréningre. De ott vagytok ott jó sokan. Uh-huh. Egyébként, hogyha csinálsz DTM-et a részmúmba, ott szerintem nagyon sokan leszünk. Abba bízok, mert ez elég síralmas most már ez a VTCR. Jó, de hát ezt mondjuk meg is értem én egyébként, hogy miért. De annyira nem népszerű az a kategória, szerintem. GT3-ban lesz lennének szerintem nagyon sokan meg a DTM-ben. Na most a Leóék is csinálják. Jött most egy új ember. Igen? VTCR-ra. Ja, azt tudom, láttam, mert írta, hogy jövök. Csak nem volt ismerős a neve. Nincs benne a csoportban még. Fia, a Leóék is most csinálják a részumba a DTM bajnokságot. És ott is 15 fölött vannak, bőven 20-valahányan vannak. Úgyhogy szerintem az lehet, hogy népszerű lesz. De ez a VTCR, ez nem tudom, valami, ez nem jön be az embereknek. Na, meg kíváncsi, meg-e csinálják az új DTM-et idén. Ja, részrumban? Uh-huh. Aston Martin is van. Hát lehet. De egyébként én úgy hallottam, hogy a DTM az megszűnik. Mint... tehát ilyen, mi a francnak hívják, ez mint bajnokság? Uh-huh. Lehet, hogy jövőre, igen. Van One Class lesz. A Super GT is Japánnal lesz összevonva. Igen. Ha, ma ugyanaz most már azé. Én nem tudom itt az autósportban, hogy milyen problémák vannak. Ja. Hát a izé is átalakul. Ugye 2000 jövőre a VEC. Igen, most nem is baj, mert ez már unalmas. Így. Igen, konkrétan most a Toyota saját magával versenyzik, annak rohadt nagy értelme van. Igen. Ez akkor volt jó, amikor Toyota, Audi, Porsche, LMP1, meg azt hiszem még benn volt a Peugeot is volt olyan év. Na, az akkor már izgalmas, de így, hogy három egymás ellen csapaton belül, annak mi a fasz értelme van? Nem sok. Hát valami ilyen újfajta izé lesz. LMP1. Hasonlítani fog ehhez a Ford GT-hez a felépítése. Hát figyelj. Ezzel a sorozattal így nem lenne gáz. Ez a LMP1-es kocsik, ezek kurva jó. Csak ugye most csak a Toyota van benne, az gáz. Hát ott sem hiszem, hogy lennének ilyen nagy gyártók majd. Az újba. Hát szerintem Audi se lesz benne, Porsche se. Majd meglátjuk. Hát nem tudom. Hát most igazából most ugye bemutatták, már holnap indul a Forma 1 teszt. Ja, már csak a Saubert várják, hogy bemutassák. Hát eleve már úgy kezdi a Williams, hogy holnap már nem indul a teszten. Mert?
Mert valami festése, vagy valami autó még nem készült el, és akkor holnap meg már azt az egyet kihagyják. Na most mennyire gáz, hogy így kezdik már az évet? Hát igen. Hogy egy napot már biztos holnap ki kell hagyniuk. Mert valami festés, vagy az autó, vagy a tököm tudja micsoda nem készült el, és nem tudnak részt venni. Jön a vonat, vagy most ment el, jó. Úgyhogy mennyire gáz van, hogy így kell kezdeni az évet? Úgyhogy nem tudom, ott is valami változást kell csinálni a Form 1-ben szerintem, mert most nem tudom, de az is gáz. Ugye most ugye kijöttek az új szárnyak, azokat idéntől, hogy ne elősegítsék azt, hogy jobb legyen a... Tehát sokkal jobban tudjanak egymás mögött menni, hogy ne egye a gumikat, meg tudjanak előzni, majd erre kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fog működni idén. Na várjál, mert most jön a vonat, azt megállok. Te elmentél már? Mennyire mentél már el? Hát akkor ezek szerint nagyon. Na, nagyon elmentél, mert most itt megállok, mert jön a vonat. Megint jön, most ment el. Igen. 500 méterre vagy. Mert valahol keresek egy leállót, tartunk egy cigi szünetet. Utána megyek én is szerintem, mert most jön, most megálltam itt a közénél, most ment el a Kargoraira. Kargoraira? Igen. Na, most mehet. A VTC-re is kíváncsi leszek, jön a Linkenko, majd mit mutat. Figyelj, ott szerintem ott is... Bajnokokkal teli. Hát, én nem tudom. Most a izé... Szerintem új festés lesz minden csapatnál, nem? Most mi, hol, melyiket mondod? A VTC-ről. Ah, valószínűleg, ja. Jó, hogy meg ezt elfelejtettem, nem is mondtam neked. Hogy a izé, a... Most ugye elindult már a Rally 2019 a WRC. Igen. És ott most a Hyundai-nál versenyzik a Loeb. Ja igen, persze, tudok róla. Igen. Most én most tudtam meg, mit tudom én, a legelső versenye, mert a YouTube-on ment az élő közvetítés. És így nézem, mondom, ez mi a fasz keres itt? De igen, nem hiszem, Mihály Snorbi márka társa lett. Igen. De nem hiszem, hogy világbajnok lesz idén a Loeb szerintem. Ő már csak ilyen izének van. Szerintem jó eladható. Az, az igen. Hát a Ogier szerintem az a címvédő. És hogy az hogy szerepel, az ki tudja, az majd meg kiderül. Ogier. Na most a izén vannak, azt hiszem Svédországban. Azt hiszem. Az a VRC-se olyan, mint a 2000-es években. Á, semmi nem olyan már. Hát én a Form 1-re leszek most idén kíváncsi, hogy az milyen lesz. Arra én is. Tavaly az volt a baj, hogy elkezdtem nézni, és unalmas. Ültem, néztem, és inkább voltam, hogy egy jó pár futamat végig sem néztem, mert unalmas. Na én ide leparkíroztam. Mindjárt jövök. Van egy, nem. A szemben jövő sávban van egy benzinkút. Jó, hát most eltűntél innen nekem. Nem, megtalálsz, mindjárt jövök. Na mindegy, én is beállok oda, az gyorsan eltulok egy... Csak érjek oda.
No vagyok. No vagyok. Én is vagyok. Végeztél is? Aha, szerintem mehetsz előre. Jó, nagyon sem elszívtad. Hát most nem szoroztam. Késlok. Assetóra kell majd valahogy embereket szerezni. És ide a forma Renault-ra hányan fognak jelentkezni? Tehát egy körbe kérdeztem, azért 10-en leszünk, hogy a jelenlegiek közül. Hát fia, az jól fog kinézni, ott mindenkinek lesz festése. Jó. Elvileg mindenki megcsinál magának, nem? Hát, ja, vagy megcsinálom, akinek kell. Fia, azt nem lehetne valahogy ösztönözni az embereket, hogy az én logó meg a te logód minden autóra rárakják legalább egy helyre? Hát, azt nem tudom, hogy azt rárakják. Mert akkor már legyen, akkor nézzem már ki egységesen, hogyha mindenki... Tehát nem kell kötelezően festés, csak aki megcsinálja, az... Mert most csinálsz egy közvetítést, az mennyivel jobban nézesz ki. Igen, ja. És az a gáz, hogy csak az Assetto-ba tudod megcsinálni. Meg lehet ez automobilistában is. Jó, de hát az nekem, de az sok mindenkinek nincs meg, nem? Egy-két ismerősömnek megvan. De meg projektkázba se tudsz ilyeneket csinálni, részlomba se tudsz ilyeneket csinálni sajnos. Azért az Assetto-t azt jól megcsinálták így, hogy modulhatóvá tették. Igen. Csak a modult autókkal ott már valami kis probléma van, tehát az nem az igazi. Nem úgy, mint a gyári. Milyen sötét van. Mint itt most egész jól megy a fény. Itt megy a világítás az utcán. Na még van 1500 km. Ah, na szerintem ilyen 9 vagy reggelre oda is érünk. Na, akkor nyomassuk. Földes pihenő. GTR3-ra is kíváncsi leszek, hogy mi lesz belőle. Nyáron. És ezt hol akarod? Az rész... Nem, nem, az a játék neve. GTR 3. User joined your channel. Jó estét! Ja. Mi a helyzet? Nem, fáradt vagyok. Hallani a hangodon. Éjszakáztas. Éjszakáztál? Nem. Annyira ötre értem. Akkor legalább jót fogsz aludni éjszaka. Na, az a baj, hogy ilyenkor nem. Megfordulok is, én van, hagyna a négy körök, akkor fel is ébred. Cserbe. Mert most annyira nem. Ha már lengyelben vagyunk itt, nem nagyon vannak ezek emberek. Kis is nincsenek jó. Balkán felé haladunk. Tehát nem nagyon van erre senki. Hát itt konkrétan, itt a környéken mi vagyunk ketten csak. Holnap lesz a váltás a Seresbe? Nem tudom, mert mondod már tájára igaz. Brent Hatch GP vesz elvileg. Nem mondod. Ne? Kipróbáltam azt a izét.
brit túrautós Ford Sierra akármi. Hát az egy érdekes autó. De a közvetítésből azért jól nyomatják vele bizonyos emberek az első szelón. Mindjárt itt vagyunk szerintem a Balkán határon. Te mit csinálsz? Hát elfelejtettem elkanyarodni. Nem voltam olyan hülye, hogy nem az X-nek mentem neki, hanem az Z-nek. X-elted a falon? Betonkorlátnak. Érdekes módon így se sérült az a kamion. Festést csináltál magadnak már Forma 3-hoz, nem? Hűnöttem, hogy kiválasztok egyet. Micsoda? Majd kiválasztok egyet. Jajó. És én ezt tudom eltölteni, hogy mondtál, hogy pályát. Mert most itt adtam fel szerintem. Micsodát? Hogy kell ma a montrák fejet szeretni beszélni valahogy. De itt van, hát ő az egy pont 6, hanem az egy pont 6-os kár. Vagy az R-faktor. Nem tud olvasni, az nem tud olvasni. Nem vagyok a G. De maradtál, Peti? Egy kicsit, igen. Hát mondjuk 400, mondjuk 340-re vagy tőlem. Szerintem hamarosan megérkezünk a határhoz. Nem tudom. Az a izé, hogy a térképen nem jelenti, hogy hol van a határátkelő hely. Igen. Hát, ha merre voltam-e már, még nem jelzi semmi, hogy lettem volna. És majd csodálkozom, ideig eljutottunk törés nélkül. Ja. Mondjuk itt, már itt csak mi vagyunk megint ketten. Na csak 13 óra van hátra, basszus. Na. Ahhoz képest, hogy 25 óráról kezdtünk. Hát, hát 8. Várjál, 13 óra, az úgy mindent, még mielőtt hívjuk, 40-45 perc. Így van, tudom, tudjuk, no? Háromszoros az oldal. Hát és csak 90-nel lehet menni? Akkor több. Hát haladunk azt. Mai adag pont elég lesz már. Így van. Egy hosszú fovar. Meg majd elérkeztünk a Balkánnak arra a részéről, mert semmi nem lesz. Tehát szerintem még ilyen erdő se lesz, hanem csak maga a pusztaság. Most magát, csak magát. Halló, a cset fel van. Havas módról arról lemaradtunk. Igen. Miért? Mert már nem, már nincs, már nem aktív.
Ja, én próbáltam. Jó volt. Na jó volt, mi is úgy kezdtük, hogy mentünk, aztán azért törtük egymást, hogy minket összetörtek. User disconnected from your channel. Szevasz, Saca. Hello. Átment előszobából. Megye? Ja. User joined your channel. Hát a piros is trend a barát. Vasárnap este hát ma forma engedik. Legalább vannak. Négyen. Az Isten mutasson. Ah, itt mi ez itt? Határ átkelünk. Na, akkor mindjárt itt vagyunk. Van valami emberke is itt. Igen. Merre kell menni. Meg kell állni. Meg kell állni, várni kell, még iratellenőrzés van. És innen lengyelből a balti részre két határ átlépőn kell átmenni. Ezt jól megcsináltál. Na most beállok mögéd, Ádám. Vagy nem, beállok melléd inkább. De most iratellenőrzés van, igaz? Én nem tudom. De? Hát neked nem csak semmit, nyomni kell Entert, vagy valami? Enter, meg igen. És akkor most iratellenőrzés van, kérjük, várj. Nincs ilyen. De mennyi előre, nyom meg az Entert, mint hogyha fölvenni fúvort. Pittyen, Enter. Most nyílik nekem a sorompó. Minden rendben, további jó úton. Nincs ilyen, nem. Nem mondod. De? Na, hát A betűre volt kötve, de mi? Az Enter helyett. Akkor jön még egy határ átlépő hely. De akkor most menjél? Vagy menjél? Gyorsulási menjél. Verseny. De akkor át kell lépni még egyet. De ezt jól megcsinálták én. Hogy megint iratellenőrzés lesz. Ezt nagyon faszán megcsináltál. Jó estét, vámos urak! Ha emberkét baszhatnának ide, nem? Hogy... Hát ott állt fönt a emelvényen az emberkét. Van olyan is, hogy nincs minden rendben? Azt nem tudom. Költve hiszem? Átszakítod itt a iszét. Izgalom kedvére berakadtak volna valamiért. Ja. Csak úgy innen még 700 km, 760. Na nyomjuk majd. És akkor most jönnek a célbetűs kiírások, amit Isten se tudsz elolvasni. De szépen megcsinálták itt ezt az egészet. És valami... Csinálnak valami új térképbővítést a játékba itt, szerintetek? Biztos lesz még? Itt vagy? Itt vagyok. Érdekes, neked alulra nem írja ki, hogy stream offline. Már hol? Itt a játékban? Ah, most vettem észre. Lehet, hogy azért én is offline vagyok a streamem. Nekem nem írja ki. De nem lehet offline, mert itt vagy benne a szerveren. Na, mindegy. De attól azt nem tudom, fejlődni. Na, valami frissítés jött ki a Steam-ről. Azt tudom, azt láttam.
De jó, reggel lesz, mire odaérünk. Aha. Legalább világos lesz. Lehet, hogy a valóságban is, ha így haladunk. Mondjuk nem hiszem. Ez a 730 km, ez már pippak megvan. Most átmegyek a piroson, mert nem érdekel, de most már zöld lett. Szépen meg van csinálva. Jó megcsinálták ezt. És valószínűleg, hogy a valóságban is így nézhet ki. És tényleg itt nincs sej. De hárman vagyunk most itt a környékén. Sem voltam még. Én sem. Ja, de voltam én már erre, hogy az elején. Szóval lehet, hogy nem sokan használják ezt a részt. Lehetséges. Mindig Németország a szíve a játéknak. Hát én azt annyira nem csípem Németországon. Ma azért ki először. Igen. Egy-két újraépítést csináltának benne. Mi folyamatos van? Tehát ott azért ott, amikor jön egy patch, ott az Európát is átmérek, ők gondolom jövő, vagy idén karácsonyra, meg valami, nem tudom. Mi van még? Milyen lehetőség? Románia. Elmentek a törökök felé is. Törökök igen. Felé, szerintem még oroszokat nem csinálják meg, mert az nagy falat, ugye? Még esetleg a spanyol, portugál. Portugál, spanyol, az simán mennek. Sőt, de portugál, hogy fognak venni Afrikára is. Na, az viszont az jó lenne, mert elvileg az van, az már létezik. Egy afrikai mód, vagy mit tudom én, micsoda. Hát az izé, minek hívják az? Promag? Pro... De Promot. Mac az. Mert elvileg az már létezik, meg Görögország. Arra simán tudok menni. Igen. Ha nem is kellene gondolni, dolg bele dolgozni. Hát szerintem csak átemelik, aztán kész. Kicsit megjavítják, azt hello. Nem hiszem, hogy ezzel dolgozni akarnám. Mi azért mégiscsak bevételt hoz nekik, akármilyen izét csinálnak. Hát igen, de a múlti részét nem ők csinálják, az azért az egész. De ez igen, de hát ahol a ígéretet kapott mindenki, hogy azt ők megveszik, tehát azt bele akarják rakni a játékba. Hogy ez az elején még nem így történt, azt nem tudom, hogy még egy külön programmal indítani a múlti részét. Hogy mert is... a nagyon egyszerű, mert a ETS kiadja, az nem ők csinálják, ha a múlti, az egy külön cég. Jó, de miért nem? Na, tudjam. De ugyanazt meg lehetne csinálni, hogy beépítik a játékon belülre. Hogy ezzel erővel megvehetnék a céget, na. Tehát... Ez így de igazából egy fosság. A múlti részét azt valami 3-4 ember csinálja. Hát gondolom, hogy ez úgy van, de hogy miért nem a játékon belül van, attól függetlenül más cég csinálja, azt nem tudom. Lehet, hogy a licenciók meg ilyesmi, ez több köze van. Hát lehetséges. Na már pirkod. Pirkád? Pirkád. Birkád. Jó, várja, amit el kell kanyarodni. Vannak is sokan erre. Hát itt most vannak egy páron.
menjél már, öreg. Jaj, Istenem. Milyen csiga? Van itt egy mi ez, határátkelő itt is. Igen, csak itt már nem kell, itt már nem lesz ilyen. Az meg. Elvileg itt már nincs irat ellenőrzés, hanem csak átmész rajta. A másik felé van, nem itt. Hú, itt hányan vagytok itt emberek? Hú, itt vannak egy páron. Szerbusztó. Forgalmi dugó, kérem szépen. Milyen dugó van? Aha. Na várjál, ez... Itt van valami határellenőrző. Az. A határátlépésnél kicsit összetömörültünk. Ja, itt látom, itt álltok a körbe. Na ilyen se volt még a játékban. Forgalmi dugó. Hát egyébként határon ilyen szokott még most is lenni, mondjuk ha Romániából jön át a kamion, akkor ott igencsak állniuk kell. Ilyen több kilométeres sorok szoktak lenni. Itt megint irat ellenőrzésed van? Igen. Igen? Jó estét a szerveknek. Azt mondták, nyugodtan vigyem a lapot tévét. Ja, oké. Okay. Hajrá, hajrá. Ha, micsoda szép izé van itt. Műemlék a hídnál, vagy mi a szar ez, pillér. Ezt nagyon szépen megcsináltak, ezt le a palappal. Köszi. Te vasz, tányér sapkás úriemből. Most megyünk föl a hídra. Hű, ez, na ez a kapu, ez itt jól néz ki. Így most sötétben ez nagyon királyból néz ki. Az ilyen vár részlet, talán. Aha. Hát igen, mondjuk a izét, hogyha esetleg megcsinálnák az Oroszországot, ebben a játékban az nagyot ütne. Csak szerintem az olyan rohadt nagy, hogy... Hát nagy. Szerintem az a kéne melózni. Szerintem a spanyolra kéne folytatniuk. Hát majd úgyis jönnek majd hírek szerintem. Hát az mindig november fele szokott csak. Most a izét bővítik gőzerővel. AT-est. Most Washington állam lesz benne elvileg. De mi, az AT-esből? Aha. De hát azt majd kihasználja. Fasz tudjam. Itt Európában nem is. Leo szokta például. Hát, hát az is nagyon ritkán. Megint határátlépés. Fia, az a gáz azzal, hogy nincs benne, vagy két-három kamion. Ja, most már benne van a Volvo. Na, van benne három. Az edélyesen minden gáz. Megjék hallott. Szevasztok. Oké, jó étel való. User disconnected from your channel. Szevas, haca. Elfáradt. Van még 500, több mint 500 kilométer. Az 9-ig azt lenyúljuk szerintem. Ne. Aztán már olyan. Már nincs határátkelés. Hát pusztaságban. Az, hát 10 év van itt a puszta. Puszta picsa. Itt elvileg lehetne tolni, ha nem 90-nel kéne menni. Mindjárt világosodik. Ja, kell fel a nap.
De hol vagyunk? Mi ez? Nem tudtam elolvasni, milyen városban vagyunk. Mi városban vagyunk? Hát elvileg volt itt valami várostábla, csak nem tudtam elolvasni. Hun vagyunk. Hát nem tudtam. Jó, elhúztál. Van itt valami körforgalom. Ja, most érek be a körforgalomban. Utána van valami pihenő, meg benzinkút. És úgy látszik, hogy egy tankolással most kibírja. Igen. Ja, most bevártál vagy? Aha. Akkor mehetsz. A VRM Oil. Úgy látszik, ez valami Balkán benzinkút. Benzinkút? Nézd, a mindjárt világos van. Aha. De világ, ha szerencsénk van, sérülés nélkül fogunk ide jönni. Meg itt majd nézni kell valami garázst, azt venni kell, hogy... Igen. Jó vagyok, nekem azt hiszem van itt. Már egy, azt hiszem, vagy kettő. Föl a hídra, felüljáró. Vidra. Vidra, körforgalom. De ez szép, szépen meg van csinálva, jól néz. Úgy valaki jön mögöttem, mint az állam. Mennyi? Tényleg itt most körbenézel, itt sehol semmi? Így van, sehol senki és sehol semmi. Pusztaság. Na felkártét nézhetjük. Igen, valószínűleg, hogy ez az életben is így néz ki. Van itt egy gyár. Azt én még nem látom. Valódat. Mi volt ez az út, izél? Van valami zászlós, azt mondod? Jó, itt van. Egy élőlény találtam. Az mit akar? Rászutott egy nyúl. Na, ezt jó bevállaltuk, ezt a fuvart. Ja. Mondjuk az a gáz, hogyha most mész így egyedül,
Az egy kurva unalmas, így ha egyedül néz. Igen. Itt egy busz megálló, beszarok. Na, akkor föl is tudsz venni valaki. Vasúti átkelő. Prostituált. Az is van. Dobd be a fülkébe. Körforgalom. És mi? Bőrforgalom? Mi az, hogy bőrforgalom? Bőrforgalom. Tényleg itt a busz megálló. Jaj, de jó. De nem állt bent senki. Nem jött még a busz. Most ment el biztos nemrég. Itt egy vasúti átkelő. Ez már valami nehezet visz, mert villog. Én is villogok, azt nem viszek nehezen. Hát túrót, az nehéz, nem? Igen. Megüli az ember gyomrát. Az hú, azt én szeretem. Körözöttetni. A túrót én azt szeretem. Körözött. Azt minden, körözött. Körözött, keresett. Ever túró, mindent. A túró az bármilyen formában jöhet. És mindjárt süt a nap. Rétesbe, buktába, buktába, mindenbe. Nézd, már nem bírom utoljára 90-re ezt a akárkit itt előttem. Te meg jó eltűntél már megint. Gyorsulás. De mindegy, menjél. Úgyhogy már a listában sem vagy itt. De mindegy, menjél, hát most ne várj rám, ezt én haladok. Hogy, milyen sokan vannak. 90-nél nem tudok többen menni. Átérkeztünk valami másik országból? Lehet. Litvániában vagyunk most. Oda indulunk, nem alapból. És uniós ország a Litvánia. Riga. Ja igen, most megyünk. Riga, Hungária, az nem az. Riga az egy motrot. Igen. Kétkerekű motrot. De világítás, hogy gyere nyugodtan most. Világítás nélkül jönnek. Most próbálok versenyezni, utolérni az előttem lévőt. Próbálok szűk évekbe fordulni. Csak nagy fölborulja. Hogy utolérni. Ne racsingolj, az nem lesz. Racsing privát. Private. Az. De jó, elhúztam a listába, itt már nem vagy. De most, az előbb voltál, most megint eltűntél. Én kamionom gyorsabb, mint a tiéd. Hát én nem, te mennyivel mész? 90. Hát akkor annál többen nem lehet, csak lejtőnek lefele. Akkor nem tudom, hogy akkor ez mély van így. Lehet, hogy közben nyomod a féket is, nem? Persze, rá van húzva a kézi fel. Bőrforgalom. Bőrforgalom. Ráfékezek. Jobbra teker, balra teker. Hány kilométert ír neked még? Nekem? 333. Akkor előrébb vagy, mert nekem 348. Úgyhogy... Akkor előrébb. Most két élőlény velem szembe. Azt most látom, most jöttek ki a körforgalomból. Most mennek el jobbra. És nem fel... Hoppá, majd belém baszódtak, ha felkelte. Ó, itt is jönnek. Éj, bassz meg, belém húztak, kurva anyját, rohadjon meg. Kivittem a táblát miatt a büdös paraszt. Ide összetört? Hát, megsérült, ja. Kék, ilyen kék fosszínű. Lila-kék kamion. Vigyázzál már el, legalább érünk már be. Kurva anyádat! Az volt az, Lila? Az, hát, igen, rám húzta szembe. Büdös paraszt faszopó kurva anyját. Hol van? Kurva anyádat! Kurva anyádat! Köcsög. Azt mondja, hol van? Ez jó. Jött szembe és rám húzta szembe. De ezt nem értem én azt, hogy ez miért van így. Tényleg az ember játszik normálisan azt. Látod a faszával, akkor ne ezzel a játékkal, ilyen büdös paraszt. Kurva száját. Kivittem a táblát miatt, hogy baszódjon meg.
Én meg elhúztam a kormányt, az szerencsére nem jött nekem. Na most így lemaradtam a másik csávótól. Kurva nénékéjét az ilyen meg. Pides fajtáját neki. De nem az, de tényleg... egy parasztház. De tényleg nem értem, hogy ez mi a faszra jó. Amikor úgyis úgy van, hogyha valaki beszól, úgyis kibasszák innen. Igen. Üzemanyag jó megcsappant ahhoz képest. Hú, ez a hajó az itt. Hát nekem még most háromnegyedig van. Még jó, hogy tankoltam meg, különben nem lett volna elég. Mennyi körforgalom van itt is? Mint a panciáknál. Az elszólt egyházak. De itt most vannak jó sokan. Itt vannak bőven. Jó, ha haladjunk, még van még 296 km, az már hamar lemegy. Mennyi? 294 nekem. 447. Neked? Aha. De mi a fasz csináltál? Nem jó kanyarodtam el? Szerintem nem. Fó, hogy verjem bele. Nekem még van 289. Most szerintem te valamit én nagyon benéztél. Hát már én nem megyek vissza. Most ez tök fölösleges, szerintem mennyi most, amerre mutatja, az maximum hosszabb ideig fog tartani. Hát valamit nagyon elnéztem, én is elhúztam előre, de azt ahhoz képest most neked van 200. 278 van nekem. A listában már nem vagy itt, úgyhogy valamire jó elmentél. Hát maximum ott találkozunk. Ja. Csak igyekezz a túró, nehogy megromoljon. Így van. Napfelkeltében itt megromlik, az szagos lesz. Megbudjon a túró. A YouTube-ról is, azt szereted? YouTube-ot? Nem, a YouTube-ról. Igen. Hú, az milyen, az de jó. Jó kis szlovák brinza. Hú, az de finom. Hopp, mit, repülő ment itt, vagy mi volt ez? Repülő is. Jaj, a kurványát visszafordít, az ilyen. Akkor itt van egy korforgalom, azt meg kell fordulnom. A faszom bele vele. Most meg szívszad, és milyen távolságra vagy most? Hát ugyanoda vissza kell mennem. Ó, azért. Nekem most van 246 még hátra. Nekem meg 390. Na, az annyira nem vészes. Megkihagytam a körforgalmat, levágtam. Ha tudtam volna, akkor megfordulok helybe. Ó, Istenem. Mindegy, ott maximum a túról lerakatnám, majd találkozunk. Jó. Hát ez érné? Túrolod így árba? Igen. Meg is enném. Azt csípem menni. Pöttyös. Igen. Turbo Rudolfo. Pöttyös az a bizony, igazi? Igen. A himlős. Az. Na most itt annyira kihalt minden, hogy itt rajtam kívül nincs semmi. (373) Az még nem vészes. Mennyi van, 200? Nekem 216. Átmentem egy vasúti átkelőn. Valamelyik körforgalomnál nem jól kanyarodtam le. El lehet. És megyünk már 1 óra 30 perccel.
Tankolni nem kell. De ez az eszi az üzemanyagot azért rendesen. Eszi rendesen, jön. Ezt a tavat te nem is látod, mi? Micsoda? Itt van egy tó. Azt nem. Hol a faszba basztam el? Én most én az eredeti útvonalon megyek, itt túlval, legalábbis lehet, hogy volt, de én nem vettem észre, és nem láttam. Hát már nagyon régtől megyek visszafele, úgyhogy nem tudom, hol basztam el. Mi mennyire vagy most? 333. 180-ra. Ha jó elmentél, a listából se vagy itt bent. Van egy benzinkút pihenővel, de itt sincs lerakanyarodás. És jönnek mögöttem. Ja, itt basztam el. Mentem egyenesen tovább szerintem. Na mennyi mögöttem, ne. Na mindegy, maradsz, akkor maradsz. De nekem még van 161. Mindjárt ott vagyok már, lassan. Túrógyárba? Hát én nem tudom, hogy hova kell a túrót vinni, de lehet, hogy valami túrórudi gyárba. Gondolom én, vagy én nem tudom. Na, micsoda erdős részbe visz ide be. Itt most izé van, itt erdő van itt végig. Nem azt mondtad, pusztaság volt? Hát pusztaság volt, de most itt erdő van már. Tehát úgy, hogy lakóház itt nem nagyon van. Itt van egy pihenő. De itt most van egy ház, de itt van egy ilyen... Hát szerintem ami határátkelő helyi lehetett az itt szerintem annak ideje. Ott vannak itt most jó sokan. Na, én még 116 kilométerre vagyok. Nekem 250. Na, akkor az... Lehet, hogy még utol is érsz. Na, lehet. Most majdnem elütöttem egy rendőrt az út közepén. Elütöttél? Aha, majdnem. Hát és akkor mi van? Hát összetörje a kamion, mint a szart. Azt tudom. Most megyek Tartu felé. Tartu? Erre sem voltam még. Itt még én sem. De itt most ezek mit csinálnak itt? Itt most mi van itt, gyerekek? Elengedtek? Faszállító van itt? Faszállító? Faszállító. Elengedsz? De rendes vagy, köszönöm szépen. Kérdezz meg TB-n, elengedsz? Ez valami ízé volt, konvoj, cég volt ez szerintem. Faszállító cég? Nem, az egy, ketten voltak csak faszállító. Csak ketten állítják a fát, jó. Igen. Mert egyforma volt a kamion, akkor azt mondják, hogy valami cég volt. Nem. Legbis gondolom én. Vagy csak élettársak. Az is csak hárman? Igen. Az jó. Na, van még 91 kilométer. Most megyek már Tartu felé. De azt hiszem elvileg oda megyünk, ugye? Azt hiszem. Jó. Suprema. Tartu Suprema. Amíg ezt napi 5 órában nem biztos, hogy lenne kedvem csinálni. Hát nekem se. Napi 5 órát, és az öt, napi 5 órát kell csinálni, hogyha egy ilyen cégbe vagy benne elvileg. Állítólag. Tehát ez nagyon, az nagyon izé. Hapci, hapci.
Meg ne fulladja. Mennyire vagy még? Megfulladta, vagy mi? Ah, igen, majdnem. Közben jöttek itt velem szembe. Kuc-kuc. Jaj, a kurva életbe. Nem törik a kamion. Érdekes módon. Nézze meg. Addig örüljél. Belementem a Szallakorlát hegyének. Az nem lett semmi baj a kamionomnak. Na, még az a szerencső. Milyen fasz, hogy itt hangulatos ez a balká. Jó. Jön fel a nap. Igen. Teli bossza, izé. A napocska. Van ez a izé, youtuber. Rátalá... Igen. Csávó, az a Molnár Dávid, ivós, izé, youtuber, nem ismered? Nem, mi ivós? Aha, bebaszik élő adásba. Az keres vele egy csomó pénzt. Molnár, jaj, nem a Molnár Krisztián? Meg Krisztián, azaz. Én ismerem. És miért állok itt a pirosnál, bazzak, amikor mehetek? Baszolva. Azt tudom, azt hát hányszor még voltam, akkor rá is hívták a rendőrökön. Mert? Mert bebaszott a hülye fasz, leült a székre, rágyújtott egy cigire, és ott ment az élőadás. Az között csak annyit láttak, hogy puff, eldölt. Az se hang, se kép, azt rájuk, ráhívta a rendőrséget, mert hogy azt hitték, hogy valami baja lett. Ja. Ez a rendőrség ott volt élőadásban? Azt nem mutatták ma délre, mert mit tudom, mert lekapcsolták ott a biztosítékokat, vagy nem tudom, mi a fasz csinálta. Most izél. Leült a székre, azt eldölt, mint egy zsák krumplő. Aztán nagyon jó keres vele. Nem figyelj, mert dobálják neki a donéteket, mint a szavon. Folyamatos. Nekünk meg egyet nem bírnának mi. Leégeti magát, csak az be, az ne kapja ért a pénzt. Hát de most figyelj, most mit érdekli? Az emberek jól szórakoznak, mert valószínűleg elvileg tetszik nekik, mert küldik neki a pénzt. Ha valakinek nem tetszik, akkor nem küldeni a pénzt. Legalábbis én ezt így gondolom. Valószínűleg. Na én már 6 kilométerre vagyok a lerakadtól. Meg 119. Az pikpak megvan. Azt ennyi nekem már elég is volt. Nekem is bőven. Na most megérkeztünk ilyen lakótelepre. Lakótelep van. Olyan, mint itt nálunk. Jön valami éles kanyar most. Fordító. Itt van Tartu. Tartu városon. Azaz gyere át az én sávomba, bazd meg. Megint van valami paraj? Ja. Paraj. Jukhur. Jukhur? Az. Na megjöttem a tejfeldolgozóba. De most hol van ezek a tejfeld? Miért nem mennek ki? Jézus faszom. Elvakítja. Na meg kombaj, faszállító, meg valamit felállít, meg úristen, mi van? Na nincs hát akkor kapott, hogy menjek be. Na megérkeztem. Váratlan esemény, úristen. Hát én most nem fogok itt tanulgatni. Jó, pedem, hogy jaj. Fú, a kiváló. Nulla levonás, nulla levonás. 72.000 euró. Az úgy jó. Na. Én megérkeztem.
Én is mindjárt. Milyen e-mailt kaptam, mit kaptam? Minden jót, kéne egy kamion. Mi van? Nem veszünk kamion. Pusztaság. Ennek a Jankének veszek egy izért. Sofőrök. Mi van? Na jó van. Na, akkor ennyi volt a mai program. Mennyire vagy még? Na, még van 42 km. Akkor mindjárt itt vagy te is. Addig én kilépek. Oké. Okay. Elég volt már. De legalább el tudtunk menni sérülés nélkül. Ja, mondjuk. Nekem lett egy kicsike. Jó, hát az nekem is volt ilyen 200%. Még 33 km. Soha nem érek oda. Kár volt az a hiba. Hát ott figyelj, nem mindegy, de most én már megérkeztem. Na, ha látom a falucskát. Tartőfvárosát megtaláltad, jó van, örülünk neki. A izét azt nézted, vagy nem nézted a járdierék, amit nyomtak? Megint 24 órásom voltak, nem? Le Mans. Hanyadikok lettek? Én úgy tudom, hogy második. Megint? De elvileg végig folyamatosan másodikok voltak. Most egész stabil a kamion. Gyors híveket is lehet venni, hogy nem dől föl. Mira csingolsz vele? Ha. Jó az. Na, megérkezek a célállomásra. Na. A teljesítő. Van, panelek vannak itt, vagy mik? Azt mondom, mint nálunk itt Budapesten. Itt. De ezek ilyen volt szociális panelek. Jézus Isten, mekkorák. Ez nagyon faszán meg van csinálva. Jó megcsinálták, mert szép. Uh-huh. Ráadásul jó is néz ki. Talán eddig ez sikerült nekik a legjobban. Hát most kíváncsi leszek, hogy most évvégén majd mit fognak bedobni. Arra mondjuk nagyon kíváncsi leszek. Megéljük, kiderül. Hát ez is, ez a Balkán, ez mikor jött ki? Tavaly november? December, nem? November. Még karácsony előtt mindenféleképpen, mert azt tudom, hogy akkor beszéltük, hogy akkor... Ez meg itt kapuva. Ja, meg is érkeztél? Á, az átkapura. Hát egyébként hogy beszéltük, hogy ugye karácsonykor majd játszunk, aztán ha az 0 percet játszottunk. Igen. A karácsonykor. Na nézzük, azt írja nekem, hogy... Szép munka. Na, nekem kiváló. Na jó van. Akkor ennyi mára. Holnap akkor meg a ízi asszett osztok, mi? Hát, majd még meglátjuk, de úgy néz ki, igen. Jó. Na mindjárt, majd délután majd szerintem majd beszélünk. Jó, van, rendben. Na, akkor további szép estét. Szép estét. Na, holnap majd. Oké, okay. Hello.